A mai este a tüdőt érintő biológiai különprogramok összefoglalását fogjuk meghallgatni röviden, tömören, csak hogy egybelássunk minden olyan programot, ami a tüdőt érinti. Azért gondoltam, hogy ez szükséges, mert voltak részek, amelyek külön lettek bemutatva, és ha valaki egybe szeretné látni az egészet, tehát azokat a megéléseket, amelyek a tüdőre hatnak, és különböző értelmes biológiai különprogramokat indítanak el, akkor gondoltam, jó lesz összefoglalni ezt is egybe, épp úgy, mint ahogy összefoglaltuk a felső végtagot, az alsó végtagot, a bosszankodást és egyebeket. A germán gyógytudománynak az atya, dr. Rike Gerd Hámer azt mondta, hogy orvosoknak és betegeknek való a germán gyógytudomány, akiknek szívük és józan eszük van. Ez egy nagyon lényeges kijelentés, és a csetmezőbe beírt bejegyzések alapján is, csak erre tudnám felhívni a figyelmet, hogy hiába fogjuk a józan eszünkkel megérteni a CT kép alapján, hogy mi történt, vagy hol van a becsapódás helye. Kérem szépen, a szervi válasz addig nem fog eltűnni, ameddig érzelmileg le nem zárom azt, amit érzelmileg elindítottam. Tehát a józanész ahhoz kell, hogy felfogjuk az öt alaptörvénynek, biológiai törvénynek az igazságait, a szívünk meg ahhoz kell, hogy ezek alapján érzelmileg lezárjunk mindent, amit érzelmileg elindítottunk a túlélésünk érdekében. A rákvas törvényét, az első biológiai természettörvényt, Hammer doktor 1981-ben fedezte fel, fiáról, Dirk Hammerről nevezte el azokat a kritériumokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy egy daganatos betegség elinduljon a szervezetünkben. Ezért a DHS, Dirk Hammer szindróma összegyűjti ezt a legfontosabb három kritériumot, ami mindenképpen szükséges ahhoz, hogy elinduljon egy daganatos folyamat a biológiai testünkben. Mindenképpen egy drámai, vagyis egy érzelmileg megérintő, váratlan, meglepetésszerű és nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatásról beszélünk, ami nem más, mint egy nagyon hirtelen ránk törő félelem, amit magányosan élünk meg, és benne ragadunk a konfliktusban. Mindaz az érzés az agy közvetítéssel fog szervi elváltozást elindítani. Kérem szépen, a félelem is érzés, meg az öröm is érzés, de az örömtől sose fogunk megbetegedni, csak a félelemtől. Az állatoknak is vannak örömeik, meg vannak félelmeik, és a lelki megrázkódtatás azért van idézőjelben, mert nem a lélek, a nagybetűs lélek megrázkódtatásáról van szó, csupán a magyar nyelvnek a megfogalmazása, az érzelmi megrázkódtatása az, hogy lelki megrázkódtatás. Valójában egy biológiai konfliktusról van szó, mert a biológiában minden, ami él a túlélésért és a faj fenntartásáért küzd, tehát bármi, ami félelemmel tölt el, mert veszélyezteti a túlélésemet és a faj fenntartását, az elindít bennem az agy közvetítésével egy szervi választ. Azt hiszem, hogy ez így teljesen egyszerű és érthető, csak azoknak nem elfogadható, akik nem tudnak elszakadni az eddigi tanulmányaiktól, a kémiától, a fizikától, a biológiától, a medicinától, stb. Ők azt hiszik még mindig, hogy az egyetemen csupa igazságokat tanítottak, de ezt nem kell egyetemi szinten, hogy mondjam, bizonyítani, mert elég, ha kinézünk az ablakon, és látjuk, hogy minden, ami él, az élni akar. Ebből már következik egy-két-három dolog. De nézzük meg lehetőleg előítéletek, feltételek nélkül, hogy Hammer doktor miről beszél. Aztán, amikor elmondtam az öt természettörvényt, tessenek eldönteni, hogy igaza van Hammer doktornak, vagy nincs igaza. Én senkit nem akarok erről meggyőzni.
Az élet úgy is bebizonyítja mindenki számára, hogy a biológiai teste ugyanúgy működik, mint a mókusai, a nyuszié, a rókáé, ők is a túlélésért küzdenek. Az, hogy mi csupán ezen a szinten éljük le a földi létünket, az már egy teljesen más kérdés, hogy mi lenne a valós feladatunk, ez egy külön téma, de most germán gyógytudományról beszélünk, és az összefüggéseket próbáljuk megérteni. Nos, amikor megtörtént ez a váratlan érzelmi megélés, becsapódás, ijegység, tessék bárminek nevezni, és benne ragadunk a konfliktusban, akkor elindul egy szervi válasz. No, de a konfliktus becsapódásának a pillanatában rögzítjük a sineket. Vagyis azokat a körülményeket, amelyek között megéltük azt a bizonyos konfliktust. És kérem szépen, ezek olyan dolgok, amire akár 40 év múlva is beindul egy újabb program. Tessenek megnézni a 40. esetet, egy mélynyakrák története című előadást, Hammer doktor esetbemutatását egy rádiójátékba rendeztük meg, még nem tudom hány évvel ezelőtt, talán 4 évvel ezelőtt, nem tudom már. A lényeg az, hogy bizonyítást nyer, hogy a le nem zárt, az érzelmileg le nem zárt konfliktusok, ha sínre kerülnek, újraindítják a biológiai túlélő programot, amit Hammer doktor értelmes biológiai külön programnak nevezett, mert minden a túlélésről szól. Mi lenne tehát az első természettörvénynek a legfontosabb üzenete számunkra, ha már minden így történik? És nem találtam még biztosítót arra, hogy kössön biztosítást, hogy engem az életben több váratlan, meglepetésszerű félelem nem fog eltölteni. Ugye erre nem foglalok biztosítást kötni. Akkor mit tudok csinálni? Kérem szépen, lezárom békével a napjaim. Ez a legtökéletesebb prevenció, ha úgy tetszik, megelőzés, ahhoz, hogy ne legyenek betegségeik. Mert ha én a mai nap kellemetlenségeit érzelmileg lezárom, akkor semmi problémám nem lesz. Mert amit érzelmileg indítottam el, azt érzelmileg kell lezárni, és nem agyilag, és nem agyalva, és nem úgy, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Az érzelmi lezárásnak fokozatai vannak, és esete válogatja, hogy melyik lesz az, ami a leginkább szükséges hozzá, de megbocsátás nélkül nincs gyógyulás, ezt tessenek megérteni. Akkor is, ha önmagunkról van szó, amíg önmagamnak nem tudok megbocsátani, addig az önleértékeléssel vagy egyéb dolgokkal kapcsolatos programok nem fognak tudni lezáródni. Ráadásul én önmagamnak sínje vagyok, valahányszor benézek a tükörbe. Szóval az érzelmi lezárásnál a megértést elősegíti a germán gyógytudomány ismerete. Mondjuk mélyebb ismerete, és akkor a viselkedés változásokat is megértjük. Ha már megértek valamit, akkor meg tudom bocsátani. És ha meg tudtam bocsátani, akkor el tudom engedni az egész történetet szeretettel. Ha idáig eljutnánk, akkor ez már nagyszerű lenne, de hogyha eljutnánk a következő két dologra is, hogy elfogadni és hálát adni érte, akkor tudni biztos, hogy semmilyen sín nem maradna, ami emlékeztetne engem akár 20-40 év múlva egy réges-régi történetre. A értelmes biológiai különprogramok, amint azt már tudjuk, lélek-agyszer szinten zajlanak le. És a lélek-agyszer szint tengelynek a leírása egy paradigmaváltás a medicinában. Mit jelent ez, hogy paradigmaváltás? Mutatom. Tessék. Csupán ennyi. 180 fokos fordulat. Pontosan, hogy rámutat arra, hogy milyen algoritmus alapján történik a szervi tüneteknek a megjelenése, és ha tudom, hogy valaminek mi a valós kiváltó oka, hát akkor fogok valós megoldást is
tudni, ajánlani a megoldásra, mert hogy azt ne várja senki, hogy én bárkit is meggyógyítsak, mert a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Nem véletlen, hogy ez a mondat rajta van a weblapon. Mindenki maga tudja, hogy mit élt meg, és milyen egyéb programokat indított még el az asszociatív gondolkodása során, tehát csak ő fogja tudni megoldani azt, amit ő félelemmel átért. Ugye ez világos, hogy nem én fogok helyette megbocsátani és nem félni. Én azt tudom megmutatni, hogy merre van a kijárat ebből a lelki állapotból, de aki nem hajlandó változni, változtatni, az ott marad, ahol volt. Pont arra mutat rá minden tünetünk, hogy hol kell még tanulnunk valamit, amiért erre a bolygóra jöttünk. Akik részt vettek a hétvégi székelyföldi tanfolyamon, én azt hiszem, hogy tökéletesen tudják és értik, hogy mi a feladatuk, és hozzá fogtak ezt megoldani, és innentől kezdve kétségem nincs afelől, hogy meg is fogják tudni oldani azokat a biológiai programjaikat, amelyeket elindítottak. Tehát lélek, agyszerv tengelyen kéne gondolkodni, és hogyha nem áll rendelkezésre egy koponya CT, akkor azt jelenti, hogy nem tudom, hogy mi a konfliktusom. Hát bocsánat, ezt talán mindenki el tudja dönteni, hogy milyen félelmeket élt át, de ha mégse találom a konfliktusomat, akkor ott vannak az egyértelmű szervi tünetek. A biológia nem hazudik. Ha nem emlékszem a konfliktusomra, akkor is volt olyan helyzet, amiben megéltem azt, ami azt a szervi tünetet elindította. Csak hogy nem volt egy ekkora nagy becsapódás. Egy DHS. Erről szól a negyedik könyvben. Miért nem találom a konfliktusom? Remélem, hogy hamarosan megjelenik. Szóval van megoldás, és egy szóval megfogalmazva, vagy egy mondatban, a megoldás az ilyenkor, hogy tegyük feleslegessé azt a konfliktust, ami a szervi tünetet fenntartja. Az értelmes biológiai programok két fázisban zajlanak, van egy konfliktus aktív, és van egy megoldást követő fázis, amit ezt ezen az ábrán is látjuk. Ezt a grafikont itt úgy hívjuk, hogy Hammeri iránytű. Nos, ameddig élek, mint hal a vízben, addig nincsen semmi probléma, a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer tökéletesen ellátja a feladatát, nappal a szimpatikus, éjjel a paraszimpatikus idegrendszer, kék színnel van jelölve a szimpatikus, pirossal a paraszimpatikus idegrendszer. Ezekről mi nem tudunk, mert ez a belső szervek működését hangolja össze, illetve irányítja. Csak hogy jött egy váratlan meglepetésszerű történet, egy nagy DHS, és kiment a biztosíték, itt van, amerre a fekete nyíl mutat, itt van a biztosítéknek a központja, és körülötte ilyen szép árnyékokat, körkörös gyűrűket fogunk látni, de csak akkor, ha a koponyalappal párhuzamosan készült koponya CT-t kontrasztanyag nélkül végzik el. Már minden röntgenes tudja, ha ilyet kérünk, hogy ez Hammeri CT, és vonakodni fognak ezt elvégezni, először is, mert nagyon olcsó, kettő meg akarják azt, hogy kiderüljön róluk, hogy ők támogatják bármivel is a germán gyógytudományt. Úgyhogy ne tessenek ezek miatt aggódni, hogy nem találok egy helyet, ahol nekem milyen koponya CT-t csinálnak. Ha nem csinálnak, nem csinálnak. Még van a lelki megrázkódtatás, meg a szervi válasz. Ha az egyiket tudom konkrétan, már pedig a szervi választ azért szoktuk tudni, akkor tudjuk azt, hogy hol van a koponyában a Hammeri góc, és azt is tudjuk, hogy mi volt a megélés. Még csak a konfliktus aktív fázisban vagyok, ugye, ami elindul a DHS becsapódásával, és azért vagyok kíváncsi, hogy a koponya CT vajon mit mutat, tessék elmondani, hogy mi a konfliktusom, és megmondom én konkrétan, hogy hol van a koponya CT-n a lenyomat, és mi lesz a szervi válasz, amikor eljutottunk a megoldás követő fázishoz. Kérem szépen,
A germán gyógytudománnyal a mai egészségügyi költségek 5%-ával lehetne fedezni az egész egészségügyi ellátást. Ja, de kinek érdeke ezt ilyen olcsón megúszni? Na, itt akkor tessenek elgondolkodni, hogy miért nem ezt használják az emberek gyógyításában. Tehát a DHS becsapódásával elindul a konfliktus aktív fázis. És ez alatt, amint látjuk, a szimpatikus idegrendszer túlsúlya van, és ennek a következménye, hogy emelkedik a vérnyomásom, a pulzusszámom, a légzésszámom, hideg a kezem, hideg a lábam, nem tudok nyugodtan aludni, felébredek éjszaka, zakatol az agyam, és nincs étvágyam, nem eszem, lefogyok. Ezek a legáltalánosabb tünetek, amelyek előfordulnak, de aki már életében volt stresszben, az nagyon jól tudja, hogy mik a konfliktus aktív fázis tünetei. Az esetek 5%-ában előfordul, hogy már itt fájdalmat fogok érezni, mondjuk mellkasi szorító fájdalmat, vagy szurkál az epém, vagy a gyomorszájban égő érzést, fájdalmat érzek, ugye a gyomorfekének a tünete. Ezek nagy felkiáltó jelek, hogy abba kéne hagyni a hozzá kötődő bosszankodást, birtokvesztést, stb. És a kérdésem csak az, meddig maradok a konfliktus aktív fázisban? Ez itt a nagy kérdés. Mert ez fogja eldönteni, hogy a megoldást követő fázisban mennyire fogok szenvedni. A megoldást követő fázis ugye a konfliktus megoldását jelenti, de ez nem mindig történik meg érzelmileg, hanem csak a körülmények változnak, és már elegendő ahhoz, hogy a program átmenjen a megoldásba. Már már nincs napirenden a barátom, aki mit tudom még mit mondott nekem, mert az elment, elköltözött, stb. 2 hétig dühöntem miatta, bosszankodtam, ő elment. És ez a programom át fog menni a gyógyulásba, és annak már meg lesznek a szervi tünetei, egyébként a legsúlyosabb tünetek az epileptoid krízisben. Itt azért ilyen magas, ez a kék színű nyíl. De vegyük szépen sorba a dolgokat. A megoldást követő fázisnak 3 része van. Van az exudatív fázis, az epileptoid krízis és a hegesedési fázis. Az exudatív fázis azért exudatív, mert exudátum, vagyis sejtközötti folyadékállomány felgyülemlése történik meg, és ez teljesen normális. Ebből lesz a duzzanat, fájdalom, melegség, a felszínen, ha van, akkor piros is, és nem működik rendesen. A rubor tumor, calor dolor funkció. Ez ugye már régóta ismert 5 leírása, 5 tünetnek a leírása, ami a gyulladást illeti. Tehát gondolom, hogy ez semmi újat nem mondtam. Viszont az, hogy a gyulladás az fájdalommal jár, és melegséggel, és piros is, és nem működik rendesen, ezt mindenki megtapasztalta már, és akkor rohanunk orvoshoz, és szenvedünk, és doki, beteg vagyok, gyógyíts meg. Szeretném mindenkivel tisztázni, hogy nem az orvos betegített meg minket, és nem is ő fog meggyógyítani. Őt nem erre tanították. Ő azt hiszi, hogy erre tanították, de nem erre tanították. Őt arra tanították, hogy a gyógyszereket hogyan és milyen mennyiségben és milyen kombinációban lehet felérni, mondjuk magas vérnyomásra, és eljutunk már a 4-5 tabletta kombinációjára, és még mindig magas a vérnyomásunk. Miért? Azért, mert még mindig konfliktus aktív fázisban vagyunk. És tessenek megérteni, hogy a gyógyszerek hatását az érzelmi megrázkódtatások felülírják. A furaszemid hatását is felülírta egy hölgynél, a sín, amit jelentett számára, a magányosság terén. És nappal nem volt vizelete, mert sínen volt. És este pedig megjött a vizelete, pedig szedte a furaszemidet, és megfoccant az egész. Tehát legyünk tisztában vele, hogy a lélek agyszer szinten zajlik minden, és a karmesteri pálca az a mi kezünkben van, és nem az orvos kezében van. Az orvos abban segíthetne, ha ismeri az 5 természet törvényt, hogy megnyugtasson. Nem pánikot kelt és rossz indulatú dolgokról beszélt, hanem megmagyarázza, hogy hol tartok én ebben a folyamatban,
És nyilvánvaló, hogy fájdalomcsillapítót lehet venni, de nem szteroidot és nem kábító fájdalomcsillapítót, mert az levisz minket a legmélyebb vagotóniába, és tetszik tudni, itt lesz vége a dalnak. Ott megáll a szívünk. Aki morfiummal elláttak, az frekvenciát váltott. És nem csillapítja a fájdalmat, csak közömbössé teszi a fájdalommal kapcsolatban. Nos, valakinek biztos szükséges ez az információ, mert ezt nem túl gyakran szoktam elmondani. Viszont itten arról szól a történet, hogy az exudatív fázisban ugye a gyenge vagyok, nincs étvágyam, nem bírok enni, mert szenvedek, és ez az egész úgy néz ki, hogy az ember, ha nem tudja, hogy hol tart, akkor már is hát bedobja a törölközőt, vagy olyan gyógyszereket kap, amelyek leállítják ezt az egész folyamatot, és akkor nézhetjük, hogy hol tartunk, visszatesznek minket a konfliktus aktív fázisba, hú, de kitűnő gyógyszert kaptam, már nem fáj semmi. És a programmal mi van? És a konfliktus megoldásával, a DHS-sel vajon mi van? Semmi. És amint a gyógyszernek kimegy a hatása, nyilván újra kezdődik minden. Úgyhogy a kemoterápia se csinál mást, mint leállítja a gyógyulási folyamatot, visszatesz a konfliktus aktív fázisba, és jól lemérgezi a szervezetünket. Aztán, amikor kimegy a kemo hatása, akkor a szervezetem újra kezdi magát helyre rakni, és akkor erre már azt fogják mondani, hogy recidíva. Miért? Mert nincs feloldva a DHS. Szóval, ameddig nem zárjuk le békével a napjainkat, addig ilyen történetekre számíthatunk, annak függvényében, hogy miről van szó. A megoldást követő fázisban, az epileptoid krízisben jönnek a krízis tünetek, és ugye ez szervenként más és mást jelent. Mást jelent a hörgőnél, mást jelent az izmoknál, mást jelent az ízületeknél, és más jelent a szívkoszorú ereknél. Tehát ebbe azért nem megyek bele, mert a legsúlyosabb dolog mondjuk, hogy leáll a szívünk, és az semmi se indítja újra, és a legenyhébb dolog az, hogy elmúlik átmenetileg az ízületi fájdalom, majd újra jelentkezik a hegesedési fázisban. Miért van ez az epileptoid krízis? Hát azért van, mert az epileptoid krízis alatt tesszük helyre az agyi relét. És amint itt ezen a képen látjuk, ugye két nyíl is van, ez a fekete nyíl, tessék nézni, meg ez a fekete nyíl innen jobbról, ahol bevilág, most rátettem a pirosat. Itt két Halmeri gócra mutat a két nyíl, ami éppen a megoldást követő fázisnak a közepén van, vagyis az epileptoid krízisnek a leszálló ágában megkezdődött az ödémának a kipréselése az agyi reléből. Mert minden lélek agyszer szinten megy végbe, tehát amikor én megnyugodtam, hogy megmenekültem, hogy megoldódott a konfliktus, akkor az ödém ma nem csak szervi szinten, hanem agyi szinten is megjelenik, és ez okozza fejfájást. Az epileptoid krízisben kipréselődik a folyadék a Halmeri gócból, kipréselődik szöveti szinten, és megérkezünk a hegesedési fázisba, aminek a legjellemzőbb tünete az, hogy iszonyúan fáradtak vagyunk. A kifacsart mosogató rongy az különben jól érzi magát ahhoz képest, hogy mi hogyan vagyunk. Aki eljutott ide, az már behűtheti a pezsgőjét, mert napok vagy hetek kérdése, hogy teljes mértékben meggyógyul. És itt veszíti el a beteg a reményt, illetve hát az akadémikus orvos elveszi tőle az utolsó reményt is, mert beszél esetleg metasztázisokról, vagy állapotrosszabbodásról, vagy laboreredményeknek a rosszabbodásáról is. A lényeg az, hogy a beteget félelembe tartsa. És ha tudom viszont, hogy két szakaszban zajlik le minden, a tünetek alapján be tudom azonosítani, hogy hol tartok, akkor kell még félnem attól, hogy ja Istenem, meggyógyulok? Mert ez itt az alapvető kérdés, kérem szépen. Mikor fogom elfogadni, hogy a biológiai testem már pedig így gyógyul, ha biológiai szinten gyógyul?
Van másfajta megoldás is, de ez tanfolyami anyag, akit érdekel, majd eljön és megérti. De ha csak megnyugszom, hogy éppen gyógyulok, akkor meggyógyulok. Tessenek megnézni a vendégkönyvnek a bejegyzéseit, és akkor meg fogjuk érteni. Na most 87-ben Hammer doktor az embriológia és a magatartás kutatás alapján sikerül neki megtalálnia a harmadik és negyedik biológiai természettörvényt. Mellesleg 85-ben meghal a felesége és a karjai közt. És 86-ban visszavonják a működési engedélyét, mert nem tagadja meg esküvel a germán gyógytudományt. Ilyen világ volt már 86-ban, és hogy mivé fejlődött, azt mindenki tökéletesen érezhette a bőrén az elmúlt 2 évben, és majd még meglátja, hogy mi következik. A lényeg az, hogy mindenki, aki itt ül és hallgatja ezt a webkonferenciát, több mint 400-an vagyunk, azok mint egy megtermékenyített petes egyből alakultak ki. Az én biológiai testem is így alakult ki. Egy megtermékenyített petes egyből. De ki építette fel ebből a biológiai testet? Apu meg anyu? Folyamatosan ezen dolgoztak? Nem, kérem szépen. Na itt jön az, hogy megértem, hogy ki vagyok én valójában, és amikor ez szerint is élek, akkor már a biológiai törvényeket, hogy mondjam, képes vagyok zárójelbe tenni, és nem aktiválni, mert bennem is ott vannak a biológiai törvények, csak épp 28 éve nem voltam beteg. Mert volt egy rossz szokásom, amit megtartottam azóta is, hogy nem szerettem magamat rosszul érezni, és mindenképpen a nagy pacifistaként békét kötök önmagammal, meg a világgal minden este. Ennyire egyszerű. Ne higgyék el, próbálják ki. Tehát a harmadik és negyedik természettörvénynek a felfedezése teljesen tudományos alapokon ül. Az embriológia, vagyis a fejlődés, a fejlődésünk a anyaméhen belül 9 hónapon át pont arra mutat rá, hogy hogyan alakultunk ki, a 3 csiralemezből. Itt látjuk a 3 csiralemezt, itt pedig előtte ugye az első sejtosztódát, aztán látjuk a második sejtosztódást, itt az x-edik sejtosztódást, ezt úgy hívjuk, hogy szedett csiraállapot, és ezt látjuk itt a rajzon, a színes rajzon, amint ez a szedett csiraállapot megérkezik a mélyüregen belül, és megtörténik a beágyazódás. Erről is van egy rövidített filmem, aki eljön egyszer egy tanfolyamra vagy előadásra, láthatja. Szóval, mielőtt felvesszük a kapcsolatot az anyai mély nyálka hártyájával, átrendeződik ez a rengeteg sejt 3 csiralemezbe, és ezt jelölte Hammer doktor sárga, narancs és piros színekkel, a sárga a belső csiralemez, a narancs a középső, a piros a külső csiralemez. És azt is láthatjuk, hogy bizonyos szerveink vagy részei fognak kialakulni a testünknek, és ezeket a megfelelő színű, hát agyi képletek fogják irányítani egy életen át. Hát itt kérem szépen nem demokrácia van, hanem hierarchia. És aki el tudja képzelni azt, hogy teszem azt, a tüdejéből egy sejt fölmegy az agyába, és ott áttétet képez, az azt is el tudja képzelni, hogy a pincéből egy tégla fölmászik a háztetőre, és cserépé alakul. Én nem akarok senkit meggyőzni, csak arra kérem, hogy gondolkodjon. Egy tüdős sejt soha nem fog idegsejtként működni, ez biológiai képtelenség. Egy prostata sejt sem fog sohasem csontsejtként működni, mert ez is biológiai képtelenség. Máshonnan ered, és más a főnöke. Szóval akinek ez hihetetlen, amit elmondtam, majd megtapasztalját. Mondtam, a germán gyógytudomány nem kötelező tantárgy, nem kötelező elhinni, de akár hiszük, akár nem hiszük, ugyanígy működünk mindannyian. Nos, a 3 csiralemezből, tehát kialakul minden sejtünk, szövetünk.
mit tudunk tenni a túlélés érdekében? Hát vagy sejteket szaporítok, vagy sejtek számát csökkentem, vagy sorvasztom, vagy a harmadik, vagy a sejtek működését fékezem, gátolom. Átmenetileg nyilván. Nincs negyedik lehetőség. Ez a három lehetőség van. Ez az orvosi gondolkodásnak az alapja. Minden esetben csak ez a három dolog történhetett meg, hogy a koleszterin szinten megemelkedett. Az kérem, egy laboratóriumi tünet. Annak megvan a háttere, gyökere, oka, foka. De nem az az alapvető kérdés, hogy mennyi a koleszterin szintem, hanem hogy mikor teszem rendbe önmagam, mikor békülök ki önmagammal. Mert amikor lezártam az önleértékelést, a koleszterin szintem rendbe jön. Mindenféle gyógyszer nélkül. Csak hogy mondjak egy példát. Tehát ez a gondolkodás alapja. Sejteket építek, sejteket bontok, sejtek működését változtatjuk meg. És megfelelő agyi részek, ez a kép azt mutatja itt összevágva, hogy itt van az agytörzs, felette itt a kis agy, aztán a fehér állomány, és végül az agykéreg. Ezek olyan grafikai ábrázolások, amelyeket Hammer doktor könyvében találunk meg, ezek a saját rajzaim annak alapján, és abban segít, hogy el tudjuk képzelni, hogy miről beszélünk, hogy legyen egy képünk róla, mert ha nincsen képünk, akkor képtelenek vagyunk elképzelni azt is, hogy miről van szó, főleg ha nulla biológiai ismeretünk van. Szóval ahhoz, hogy meggyógyuljunk, viszont ezt se kell tudnunk, ha ez mindenkit meg tud megmutatni. Nem kell ismerjem a részleteket, csupán a megértés szempontjából érdekes mindez. Az egyszerű parasztasszony, aki meldaganattal érkezett, és fél óra alatt megértette és megoldotta magát a konfliktusát, majd három hónap múlva gyógyultam, visszajött, annak nem kellett tudnia semmit se a három csiralemezről. Tehát legyünk szívesek a dolgokat leegyszerűsíteni, és nem agyalni, mert minden agyalás mögött újabb félelem van, és minden félelem egy újabb biológiai programot indít el. És ezeket fogjuk majd átéteknek nevezni. De nem átétekről van szó, hanem egy alapvető félelem mellett elindított újabb dolgok. Na most, ha tüdőről beszélünk, ugye, a tüdőnek, a tüdőszövetnek az elváltozását a halálfélelem indítja el. És akkor, ha valakinek halálfélelme van, más félelme nem szokott lenni, csupán halálfélelme. Azért nem szokott aggódni, hogy mi lesz a szeretteivel. Azon nem bosszankodik, hogy valaki nem még nem adta visszatartozását. Stb. Nem éli meg az egészet nagyon magányosan. Nem pont arról van szó, hogy éppen meg akar halni, mert elege van mindenből. Szóval minél intelligensebbek vagyunk, annál több programot indítunk el egyszerre, és ezért lesz az, hogy annyi, de annyi program fut egyszerre a szervezetünkbe. Eddig a rekordot egy felvidéki gyógyszerésznő tartja, 32 futó programmal, és még mindig élt. Tehát elképesztő, hogy mit bír ki a szervezetünk, de nyilván nem mindegy, hogy mekkora a konfliktus tömeg. Itt van, kérem szépen, a konfliktus tömeg. Tessék megnézni. Ezt kell megoldanunk a megoldást követő fázisban. Ugye kérdés, hogy ez időben mennyi és magasságban mennyi. De akármi is a konfliktus tömeg, mit tudok csinálni tehát? Vagy sejteket építek, ugye ezt már mondtam. Az agytörzs és a kisagy által elindított programoknál látjuk, hogy a nyilak felfelé mutatnak. Az agyvelő és az agykéreg által indított programoknál a nyilak lefele mutatnak, és az agykéreg képes arra, hogy működés változást, vagyis csökkenést indítson el. A megoldás követő fázisban ezeknek a fordítottja történik. Tehát a felesleges sejteket lebontjuk, a hiányzókat visszaépítjük, a működést helyreállítjuk. Nem tudom, ennél egyszerűbb egyenletrendszert egyetlen matek tanár sem fog nekünk előadni. Ehhez nem kell egyetemi végzettség. Én azt gondolom, hogy ebből már
megértettük, ebből már megértettük azt, hogy hogyan működik a biológiai testünk. Ennyi. Nem kell ezt tovább bonyolítani annak, aki csupán meg szeretne gyógyulni. Annyit kell tudjon, hogy most a melldaganatában éppen sejtszintű szaporítás vagy lebontás történik. És hogy a Hammeri iránytű szerint hol van még konfliktus aktív fázisban van, vagy megoldást követő fázisban van. Ennyit kell tudnia. És azt, hogy ezt hogyan oldja meg érzelmileg. Mert ha nem ezzel foglalkozunk, akkor agyalhatunk, és kereshetünk mindenféle diétát, meg hókuszt, meg pókuszt, meg küldhetünk energiákat, meg mindent. Senki nem fogja helyetten feloldani a halálfélelmet, tehát ezt gondolom mindenki megérti. Senki nem fogja a beteg helyett feloldani a halálfélelmet. Tehát ez az ő feladata. És akkor beindul a gyógyulás. Ha ezt nem oldotta fel, akkor tovább folytatja a konfliktus aktív fázisban, mivel agytörzsi programról van szó, a sejteknek a szaporítását. Ennyi. És erre nem az a megoldás, hogy lemérgezem a sejtjeit, vagy hogy agyonsugarazom. Senkinek a kemó, a sugár nem oldotta még meg a konfliktusát. Még senki nem tudta jobban szeretni az anyósát attól, hogy megkemózták, vagy megsugarazták. Legalábbis még nekem milyen visszajelzésem nem érkezett. Miért akad el akkor a gyógyulásom? Pontosan azért, mert nincs feloldva a konfliktus, függő konfliktus aktivitás. Még mindig benne ülök a halálfélelemben. Még mindig attól félek, hogy az életemre törnek, és fenntartom a mellhártya programot. Még mindig féltem a birtokomat, és fenntartom a hörgő programot. Még mindig azt élem meg, hogy én képtelen vagyok szóhoz jutni ebben a családban, mert mindenki leordítja a fejem, és fenntartom a tüdőfibrózist. Ennyi. Ezzel kell foglalkozni. Ha függő gyógyulással tökéletesen tönkre tudom tenni a szöveteimet, mert ugye többet építek vissza, mint amennyit lebontottam, vagy többet bontok le, mint amennyit felépítettem, annak függvényében, hogy melyik csirolemezből származó sejtemről van szó. Teljesen egyértelmű. Teljesen egyértelmű. Ezt a részleteket megértjük a kifejtésben. Policiklikus lefolyással, hát visszatérő tüdő-TBC-t tudok magamnak csinálni. Mert lehet, hogy egyszer volt egy halálfélelmem, és utána a megoldásban TBC baktériumok elkezdték helyre állítani a tüdőszövetem, persze éjszakai izzadással, köhögéssel, ahogy azt illik, lázzal, gyengeséggel, és akkor rendbe jöttem, orvosi kezelés ellenére vagy mellette, teljesen mindegy, csak hogy nem oldottam fel a halálfélelmet. És elég, ha sírre kerülök és újraindítom. Vagy elég, ha megint történik valami az életemben, amit megint halálfélelemmel reagálok le, és akkor újraindítom ugyanazt a programot. Hát ennyire egyszerű. Értsük meg, hogy mi vezetjük a biológiánkat, és nem az orvos. Most a negyedik természettörvény mutat rá arra, hogy a bennünk élő gombák, gombabaktériumok, baktériumok és vírusok, azok nem az ellenségeink, nem ők okozzák a betegséget. Ők a gyógyulásunkat okozzák. Ők akkor vannak jelen, amikor éppen helyre kell állítani a feladatot. Tehát a megoldást követő fázisban mutatható ki a gomba és a gombabaktérium vagy TBC baktérium. Tehát mikor diagnosztizálják, hogy TBC-s vagyok? Akkor, amikor éppen gyógyulok. Ennyi. A baktériumok és a vírusok a nagyagy által irányított programokba, tehát az önleértékelés, elválasztás, birtokkonfliktusok során fognak megjelenni. A működés változás helyreállításához nem szükségesek a mi mikroorganizmusaink, amelyekkel mi békében élünk. Mindenki nyugodjon meg, hogy van benne mindenféle kórokozónak nevezett baci. Van, de kimutathatatlan mennyiségben, mert nincsenek felszaporodva, mert azt a programot,
amihez ők szükségesek, azt nem indítottam el. Ennyire egyszerű. Na most vannak ártó szándékkal előállított vírusok, az emberi rossz szándék az határtalan, meg az emberi hülyeség, és elő tudnak állítani biológiai fegyvereket, amivel tömegeket lehet megbetegíteni. De ez már nem biológiai program. A germán gyógytudomány tárgykörébe nem tartoznak bele a mérgezések, a sugárzások, a hiányos táplálkozásból, vagy egyoldalú táplálkozásból adódó elváltozások, és főleg nem tartoznak bele a biológiai fegyverek, meg az orvosi műhibák. Úgyhogy tegyünk különbséget kórokozó és bennem élő mikroorganizmus segítő között. Csak javaslom. Az ötödik természettörvény pedig rámutat arra, hogy minden, ami él, az élni akar. Szerintem ez nem kell se állatkísérlet, se statisztika, csak ki kell nézni az ablakon. De nyugodtan lehet statisztikázni, akinek ez a... Valaki ezt bevállalja, csináljon róla statisztikát, nagyon szívesen átnézem. 7 éves gyerek is meg tudta állapítani, márpedig az élőlények ott kint a kertben azért küzdenek minden nap, hogy életben maradjanak. Ha valakinek más a véleménye, én elfogadom, én nem vitatkozok senkivel sem, mert nem ez a feladatom. De azt tudnunk kell, hogy ameddig a tanult tudást nem írjuk át, addig maradunk ott, ahol eddig voltunk. Tehát ez teszi fel a koronát az első 4 természettörvényre, mert ha minden bennünk a túlélésért és a faj fenntartásáért történik, akkor létezik olyan, hogy rossz indulatú, létezik gyógyíthatatlan, ismeretlen betegség. Nincsenek ilyenek. Csak rossz indulatú emberek vannak. Nos, a Hammer doktor tudományos táblázatát látjuk itt jobb oldalt, és a 3 csíralemez színének megfelelően 3 oszlopot, az endodermális, vagy belső csíralemezből, a középső csíralemezből és a külső csíralemezből származó, vagy sejteknek a külön programjait, idézőjel betegségeket. Nos, a belső csíralemezből származó programoknak a főnöke az agytörzs. Itt látjuk a képen, és itt van aláhúzom agytörzs. A legősibb agy részünk. Na most ez irányítja azt, amire mindenkinek szüksége van ahhoz, hogy életben maradjon. És akkor tessenek megkapaszkodni. Az életben maradáshoz levegő kell, ezt még tudtommal ingyen adják, víz kell, ehhez is hozzá tudunk jutni, ha kell ingyen, némi táplálék, fény és hang szintén ingyen van. Nem kell hozzá életbiztosítás, nem kell hozzá nyugdíj vagy baleseti járadék, nem kell hozzá anyám, apám, testvérem, polgármesterem, miniszterelnököm és senki más, se a gyerekem, se az unokám. Szóval ezeket azért jó lenne tisztázni, mert mi lesz velem öregségemre, kérdőjel, ott van a nyugdíjas korosztályban, és már ennek alapján, a félelmei alapján újabb meg újabb programokat indít el. Tehát levegő, víz, táplálék. És mi az, amivel legrövidebb ideig bírjuk ki, nyilván, hogy a levegő, és ezért fog a halálfélelem tüdőszövet szaporulatot elindítani. Ugye milyen logikus? A víznek a hiányával el tudunk lenni akár egy hétig vagy 10 napig. Táplálék hiányában akár egy hónapig is el tudunk lenni. De levegő hiányával nem próbálkozzunk, hogy meddig bírjuk ki. Tehát a halálfélelem az mindig tüdő szövetszaporulatot indít el,
és nem a dohányzás okozza, és ez nem azt jelenti, hogy a dohányzás az egy egészséges cselekedet, az épp olyan mérgezés, mint bármilyen más élvezeti cikk, de nem okoz tüdőrákot. Erről viszont statisztikám is van, hogy a tüdőrákban meghalt emberek 70%-a soha nem dohányzott. Na szóval, szeretnék emlékeztetni mindenkit még egyszer a lényegre, lélek, agyszer szintű megbetegedésekről beszélünk. Ez a germán gyógytudománynak a tengelye. És nem az, hogy milyen tejával, vagy milyen cuccal fogok én meggyógyulni. Minden, ami segít a megoldást követő fázisban, azt támogatom, az legyen, de ne képzelje a beteg egy pillanatig se azt, hogyha ezt a kapszulát megettem, akkor meggyógyulok. A legsúlyosabb dolog, ami az agytörzsi programokban van, az viszont a magány és egzisztenciális konfliktus, ami a víz visszatartását fogja okozni szervi szinten. Erről több előadás is van, a magányról, a veséről. Tessenek megnézni, mert ezt fontosabb tudni, mint a szívizominfarktusnak a történetét. Mert bármikor betettem az egzisztenciális konfliktust, vagyis a létezés feltételeinek hiányából adódó félelmeimet, onnantól kezdve begyűjtöm a vizet a szervezetbe, és azt fog megölni. Azt fog megölni. Az agytörzsel kapcsolatos dolgokat meg fogjuk érteni, ha az erről szóló webkonferenciát megnézzük. A kis agyáltal vezérelt programok a vélt vagy valós támadások. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az agyam nem tesz különbséget valóság, álom és illúzió között. A nagy okos agyunk nem tesz különbséget a valóság, az álom és az illúzió között. És akkor tessenek eldönteni, hogy a tegnapi nap valóság vagy illúzió. Mert ha én még mindig a tegnapi nappal foglalkozom ma is, akkor még mindig az fog megbetegíteni most, ami a tegnap történt. Akkor kezdjük érteni, hogy mit jelent az, hogy zárjuk le békével a napjainkat. Támadási konfliktusról beszélek, és ide jön még a bemocskoltság, elcsúfítottság, illetve a gondozási konfliktus, vagy amit a túlzásba vitt aggódásnak is nevezhetünk. Ezek a dolgok tartoznak tehát mind a kisagyáltal vezérelt biológiai programokhoz, és a táblázatban a narancssárga oszlop felső részében találjuk meg az ilyen történeteket, ami érintett az irha, a hashártya, a mellhártya és a szimbólum. Az lesz róla szó, mert mellhártyáról a mai nap szó lesz. Az agyvelő által irányított programok, azok a táblázatban, itt találhatók a narancssárga oszlopnak a második részében, ezt az egyenletet jegyezzük meg, hogy önleértékelés egyenlő önpusztítás, fájdalom nélkül indul a program, és jön a fájdalom a megoldásban. A legsúlyosabb önleértékelés során a csontokban, a legenyhébb önleértékelés kötőszövet, zsírszövetet érinti, és hát a köztes szövetek a középsúlyos önleértékelésnek a megnyilvánulási helyei lesznek, mint porc, vagy inak, erek, osztógyűjtő nyirokerek, haráncsikoltizmok. Nyilván ott egy mozgáshoz kötődő önleértékelésről beszélünk. A piros színű mező a külső csiralemezből származó sejtek programjait tartalmazza, felül a sejteket, alatta pedig a működésváltozásról szóló programokat találjuk. Ez mind az agykéreg irányítja, és a konfliktus típusok, amelyeket az agykéreg irányít,
az elválasztási, a birtok, a birtokzónán kívüli konfliktusok és működésváltozások. További részleteket a weblapról, írásban, videóban, stb. Mind-mind meg lehet találni. Kérdés, hogy ki mennyi időt hajlandó ezzel eltölteni. És tudom, hogy megszületett a kérdés mindenkiben, ha ez így van, akkor miért nem ezt tanítják az egyetemen, akkor tessék megnézni a weblapnak a tudástár videók menüpontjában a Szabadságot a léleknek című 37 perces riportot, jó, írjuk fel, Szabadságot a léleknek, tudástár videó. És akkor meg fogjuk érteni, hogy miért tart 111 év után a medicina ott, ahol most tart. Ennyi a válaszom. A Hammer doktornak a téziseit a Németországi Egyetem, ahová ő beadta Tübingenbe a téziseit, ugye ott végezte az egyetemet, és nem volt hajlandó az egyetem hivatalosan megvizsgálni a dolgokat, még bírósági döntés ítélet alapján sem. Lerázta magáról a feladatot az egyetem, mint kutya az esővizet, mert hogy ő ezzel nem szándékozik ezzel foglalkozni, és ezzel a, de a Hammer doktor működési engedélyét azt visszavonták. Érthető? Tehát ez egyszerűen nem normális világ, ahol ilyesmi megtörténhet. Visszavonjuk valakinek a működési engedélyét, de nem bizonyítjuk be, hogy az, amit ő állít, az nem igaz. Miért nem bizonyítják be? Mert nem lehet bebizonyítani. Mert csak azt tudjuk bebizonyítani, hogy ez mind igaz. Ez viszont 98. szeptember 11-én a Nagyszombati Egyetemen bebizonyították. Már elismerték, igazolták, hogy mindez így igaz, mégsem ezt tanítják az egyetemen, és megértjük, ha a dolgok hátterét is megnézzük, vajon ki az, aki irányítja ma a medicinát. Na, vajon ki az? Tessenek gondolkodni. Vajon ki az? Hát pontosan a gyógyszeripar. És akkor megérkeztünk a tüdőhöz, és azt tudnunk kell a működésével kapcsolatosan, hogy mi a tüdő és a szívnek a kapcsolata. Ugye a szívből, a balkamrából indul ki az oxigénes vér, oxigénnel dúsított vér, itt mi szépen kimegy, és az egész szervezetet, itt vagyunk, az egész szervezetet körbejárja, ellátja oxigénes vérrel. Az a vér, ami a szív balkamrájából kiárad, az aortán keresztül. Megtörténik a vérnek ugye a szövetek általi hát átjárása, most nem megyek részletekbe, hogy hogyan, meg miként. És a lényeg az, hogy a széndioxidban dúsított vér visszaérkezik a szívbe, de mégpedig ide, kérem szépen, ide a jobb pitvarba ide érkezik. A jobb pitvarból bejut a jobb kamrába, majd a jobb kamrából a vér elindul a tüdő artériákon keresztül jobbra, és itt ugye nem látszik, hogy balra, két irányba, két tüdőbe, és ott fog a vér újra oxigénnel telítődni. Nagyon egyszerű, a gázok parciális nyomás különbségének köszönhető, mivel a széndioxidban dús vér, ami a tüdőbe érkezik, innen, ide érkezik. Ez a széndioxidnak itt nagyobb a parciális nyomása, mint a belélegzett levegőben levő széndioxid parciális nyomása, ezért a széndioxid átvándorol a léghólyagocskákba. Az oxigén viszont ott onnan a
hajszálerekbe diffundál, megy át, pontosan ott is a parciális nyomáskülönbségnek megfelelően, mert a belélegzett levegőben az oxigén parciális nyomása nagyobb, mint az odaérkező, az tüdőben lévő vér oxigénjének a parciális nyomása. Szóval parciális nyomáskülönbség az, ami meghatározza, hogy mi fog történni a tüdőben. Ugye itt érkezik, itt láthatjuk, itt jön be a levegő, mármint itt már a pajzsporcot látjuk, a légcsövet, ez elágazik több főhörgőre, stb. És megérkezünk ide, lejön a levegő ide a léghólyagocskába, ezt látjuk itten kinagyítva, tehát olyan, mint egy szőlőfürt, hólyagok, vékony fallal, nagyon gazdagon átszőve vérerekkel, és a belégzéskor megtörténik már a parciális nyomáskülönbségnek megfelelően a gázcsere, a légzési gázak cseréje, kifújom a levegőt, és az már széndioxidban lesz dúsítva. Persze az még mindig tartalmaz oxigént is, csak magasabb lesz a széndioxid tartalma. A dolog számunkra annyit jelent, hogy mit kell tennünk, ennyit. És ha ezt megtettük, akkor megtörtént az egész légcsere, gázcsere. Na most mutatok egy olyan képet, ahol a léghólyagot látjuk, ugye? Itt látjuk egészségesen, hogy hogy néz ki a léghólyagocska, és így néz ki, amikor a léghólyagocska már túlszaporodik, és tüdőráknak fogják ezt nevezni. Ha meg röntgenen nézzük meg, akkor láthatunk olyat, ahol egyetlen góc alakul ki a tüdőben, és itt látható, hogy több apró góc alakul ki a jobb oldali képen. Mitől van mi a különbségnek az oka? Mert a biológián különbséget tesz, hogy a halálfélelmet azt magamra vonatkoztatva élem meg, vagy valaki más halála miatt van bennem a halálfélelem. Ha valaki más halála miatt van bennem a halálfélelem, akkor egy gócot fogok kiépíteni valamelyik tüdő a két tüdő valamelyik oldalán, ha pedig a saját halálomról van szó, akkor ezt úgy hívna, hogy apró sejtes tüdőszövet szaporulat vagy tűrák. És milyen érdekes, hogy amikor lesz egy daganat a szervezetünkben, és ránk hozzák a frázt, hogy rák, akkor az áttétet már meg is találják rövid időn belül a tüdőbe. Idézőjelben az áttétet. Ez nem áttét, hanem egy második konfliktus, aminek a megélése a tüdőben létrehozta a tüdőszövet szaporulatot. Miért? Hogy nagyobb felületen jussak hozzá a levegő falathoz. Ez a biológiai értelme. Semmi más. És mint említettem, a tüdőrákot nem a dohányzás fogja elindítani, és vannak olyan celebek, akik levágatják a mellüket, mert ha nincs mell, akkor nincs melldaganat, de ha nincs tüdő, akkor vajon mi van? Akkor élet sincsen. Szóval akármennyire is folyik az ellenkampány a dohányzás ellen minden szinten, az államnak ez még mindig egy hatalmas nagy bevételt jelent, ilyen árak mellett meg pláne sőt, mert fillérekből lehet előállítani egy doboz cigarettát, vagy valamilyen dohányt, úgyhogy jócskán van haszna az államnak azon, az áfán, béfán és céfán, amit a dohányáru termékek után begyűjt. A tüdő programnak a megértését, tehát a krónikus tüdőbetegségeknek a megértését,
Nyilván, hogy a már három ismert ábrával fogom ábrázolni. Ha függő konfliktus aktivitásban vagyok, akkor egyértelmű, hogy növesztem, szaporítom a sejteket, és ezt időráknak fogják nevezni. Ha függő gyógyulásban vagyok, akkor azt jelenti, hogy itt építettem, ugye, sejteket, és itt elkezdek bontani, és bontani, és bontani, és bontani. Tehát kialakul az emfizéma, vagyis a tüdőtágulat, és egyre kevesebb lesz az a felület ezáltal, a bontom, 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 amin a légcsere megtörténik. Tehát lesz egy nagy hordó mellkasom, és mégis alig kapok levegőt. A policiklikus lefolyás az a visszatérő TBC-nek lesz a programja, mert hát a TBC gomba baktériumok azok, amelyek segítenek lebontani a felesleges tüdőszövetet. Ha megoldottam a konfliktust, és lebontottam a felesleges sejteket, akkor annak a helyén mi lesz? Vagy kaverna lesz, ha biológiai szinten ment végbe a gyógyulás, és ha nem biológiai szinten ment végbe a gyógyulás, akkor betokozódott tüdőszövetet fogunk találni, ami nem tüdőrák, ami egy árnyék, egy jól körülírt árnyék a tüdőben, és ha megkérdezzük a beteget, akkor elmondja, igen, hát 5 éve halt meg az édesapám, 3 hónapig igen súlyos állapotban volt, és hát a félelmem az volt, hogy meg fog halni. És a végén meghalt. De nem volt benne megfelelő számú TBC baktérium, ami lebontsa a felesleges sejteket, és ilyenkor a felesleges sejteket, ha nem tudja a szervezetem lebontani, akkor kivonja a forgalomból úgy, hogy kötőszövetesen átalakítja és mészel átitatja. Ennyi. Na most mi van, amikor biológiailag gyógyulok? Akkor az van, hogy rendes éjszakai izzadás, gyengeség, láz, köhögés, köpet és véres, gennyes köpetürítés következik. És amikor meglátom a vért, akkor lesz az, hogy ja Istenem, meghalok, és már a vérnek a látványa le is állította a gyógyulásomat. Aztán megint elkezdek gyógyulni, megint köpöm a vért, megint leállítom a gyógyulásomat, és ezek a sinek, ezek az újra elindított félelmek fogják leállítani azt, hogy én teljesen meg tudjak gyógyulni, és kialakul az emfizéma. Remélem, így érthető a történet, és nem a gyógyszerek szedésének a hiányával fogjuk magyarázni, hogy megbetegedtünk. Tehát ezek azok a legfontosabb dolgok, ami a tüdő szövetét érintik. Na de hogy jut le a levegő a léghólyagocsákba? Hát a levegő levezető csöveken, vagyis a hörgőkön. Na most a hörgőkre viszont a birtokféltés, mint félelem foghatni, és ha van halálfélelem is, meg birtokféltés is, akkor meg is kaptuk a krónikus obstruktív tüdőbetegséget, vagy COPD-t. Mi lenne, ha ezt az egészet megértenénk, hogy itt akkor nagyon nagy gáz van, mert nem csak a tüdőszövet, hanem a levezető csövek is érintettek, és ez már heveny lefolyásban tökéletes COVID-nak megfelelő leírást fog adni. Ugye minél nagyobb a félelem, annál hevesebb a szöveti reakció, és nem kell csak világméretű halálfélelmet kelteni ahhoz, hogy ez az egész így beinduljon. Na most, ha birtokféltésről beszéltem, akkor nézzük meg, hogy mit is jelent a birtokféltés. Ugye, hát azt féltem, amiről azt hiszem, hogy az enyém, hogy az valami történik vele, hogy elvész, hogy eltűnik, hogy tönkre megy, vagy bármi, amiről azt hiszem, hogy az enyém, tehát ez az én birtokom, és félthetem a munkahelyemet, a gyerekemet, a házasságomat, bármilyen félelem, ami birtokkal kapcsolatos, birtokféltés.
betegségként hörgő betegséget fog elindítani. Mit jelent az, hogy hörgő betegség? Azt jelenti, hogy a konfliktus aktív fázisban a hörgőt bélelő nyálkahártya sorvadása indul tünet nélkül. Azért tettem pirosba, hogy tisztában legyünk vele, hogy külső csiralemezhez kötött programról beszélünk, és a megoldás követő fázisban jön majd a tüdőgyulladás, és ha még teszek hozzá még egy másik konfliktust is, mindjárt mutatom, hogy mit ajánlok, akkor lesz belőle az asztma. No, akkor nézzük meg, hogy mi is az, hogy birtok. Mert ugye az agy kérgi reléket beosztjuk frontális relékre, itt van a homloklebeny, vannak a nyakszirti lebenynek a relei, ezek most itt nincsenek felrajzolva, de fel vannak rajzolva a jobb és bal oldalon a birtokzónához tartozó agykérgi relék, és láthatjuk, hogy itt a szexualitásnak van jelentősége, mert bal oldalon a női birtokzóna, jobb oldalt a férfi birtokzóna reléjét találjuk, férfiakban, nőkben egyaránt. Mindegy, hogy jobbkezes vagy balkezes valaki. Ebben a zónában speciális törvények uralkodnak. A szexualitáson kívül nagyon fontos, tehát a biológiai kezűség, a hormonális állapot, és a második birtokzónás konfliktus becsapódásakor a mérlegszabályok is beindulnak, de ebben most nem megyek bele, mert a birtokzónás konfliktusokról egy külön előadásban ezt részletezem. Amit nekünk tudni kell a birtokféltésről, az, hogy szervi szinten érinti a hörgő izomzatát és a nyálkahártyát, és láthatjuk a férfias birtokzónában felül a hörgő izomzat, alatta pedig a hörgő nyálkahártyának a reléjét. A DHS tehát az, amikor attól félek, hogy veszélyben van a birtokom, vagy az, amiről azt hiszem, hogy az az enyém, megjelenik bennem a félelem, és mondjuk kevesebb lett a bevételem, és már is ott a félelem, hogy hogyan fogom tudni ezt pótolni, vagy félek a szomszéd haragjától, hogy mit fog tenni az én birtokommal, esetleg valamit átdob a kerítésen, vagy tökre tesz valamit, vagy félek, hogy valami nagy baj lesz. Tehát ez mondjam úgy a legáltalánosabban megfogalmazható félelem, rögtön elindítja a konfliktus aktív fázisban a hörgő nyálkahártya fájdalommentes sorvadását. Vajon miért? Ez a biológiai értelem. Azért sorvad a nyálkahártya, hogy nagyobb átmérőn még több levegőhöz jussak, hogy tudjak harcolni a birtokomért, tudjam megvédeni a birtokomat. Rendben, megtörtént a megoldást, és a megoldás követő fázisban a nyálkahártya visszaépül. Ja, de jön a láz, a gyengeség az exudatív fázisban. Itt már itt nedves köhögés fogja kísérni az egészet, és tüdőgyulladás lesz a klinikai diagnózis, ami, hogyha függőgyógyulásba kerül a hegesedési fázisban, akkor száraz köhögésünk marad fent, akár több évtizedig is. Az epileptoid krízisben viszont hát kellemetlen lesz a dolog, mert a hőrzomzat összehúzódása következtében ugye nehezített lesz a kilégzés. És ez még csak annyit jelent, hogy nehezített a kilégzés. Ha viszont a bal oldalt is van egy konfliktusom, és itt látható, hogy éppenséggel bejelöltem egy identitás konfliktust, ha itt van egy konfliktusom, akkor már asztmás légzésről beszélek. Tehát ha már átlósan nézem a kettőt, akkor meg lesz az asztmás légzés. No de, hogyha a rémületfélelmet fogom megélni a birtokféltéssel együtt, ami ugye a női oldalnak a reléjében való becsapódást jelenti, ez a kettő együtt az asztmás krízishez fog vezetni. És akkor kérem szépen a
mindaz, amit az országos mentőszolgálat és az intenzív osztály elvégez az életmentésért, az teljesen lege artis megvan, tökéletesen megvan oldva, csak idejében érjen ki a mentő, mert ez egy életveszélyes állapot, mert se ki, se be a levegő nem megy. Hogyha függő gyógyulásban vagyok, akkor mondtam, már évtizedekig tartó szárazkölgéshez tudok eljutni. Röviden, tömören ennyit kell tudnunk a birtokféltésről és a hörgőknek a programjáról. Amikor a pulmonális hipertóniáról kérdeztek, és utána néztem a dolgoknak, akkor megint csak az embriológiáig kellett visszaásni, és kiderült, hogy a tüdőartériák ér belhártyája is a garatívekből alakul ki, mégpedig a hatodik garatívből alakul ki, ezt hívjuk garatívnek, ez pedig, amit látjuk itt, ez pedig a barázda. Nos, a tüdőartéria, valamint a ductus botálló a hatodik garatívből alakul ki. Ez a ductus botálló egy embrionális időszakban jelenlevő, mondjam azt, hogy szönt vagy átjáró a két pitvar között, mert ugye nincsen még tüdővégzés. És itt látjuk az aorta ív és a szuklávia, az viszont a negyedik garatívből alakul ki. Ez itt kérem szépen az aorta ív, és ebből aztán lesznek a szuklávia, a kulcscsont alai erek és az agyat ellátó károtiszok, vagyis nyaki ütőerek. Tehát az embriológia magyarázatot ad arra, hogy milyen érbelhártya béleli a tüdőartériát, és ennek megfelelően most már tudjuk, hogy a tüdőerek is a birtokzónához tartoznak, csak hogy itt a DHS ebben az esetben birtokvesztés vagy szexuális konfliktus. Tehát maga a becsapódási hely az a női birtokzónának a közepén lesz. És a balkezes férfinak tudjuk, hogy lóugrás miatt az első birtokzónás, a birtokvesztés konfliktusa az a női oldalon fog becsapódni, és a tüdő ereknek a érbelhártyáját is érinti, ugyanígy a jobbkezes nőnek is az első szexuális konfliktusa. Tehát balkezes férfi és jobbkezes nő konfliktusa, kérem szépen, az rögtön a női birtokzónába csapódik be. Na most akkor a jobbkezes férfinak és a balkezes nőnek, itt van, a második konfliktusa fog ide csapódni, mert a jobbkezes férfi első konfliktusa is ide csapódik a férfias birtokzónába, és a balkezes nőnek is az első szexuális konfliktusa ide csapódik a férfias birtokzónába. Csak második konfliktusként tud a túloldalra becsapódni ez a birtokvesztés vagy szexuális konfliktus. Mi történik a konfliktus aktív fázisban? A tüdőerek és a szívkoszorú vénák nyálkahártyájának a sorvadása történik enyhe fájdalommal. Miért fájdalmas a konfliktus aktív fázis? Azért, mert ős száj nyálkahártya séma szerint működik ez a nyálkahártya. Részletek a birtok konfliktusokról szóló előadásban. A megoldást követő fázisban eltűnik a fájdalom, mert ebbe indul a visszaépítés, az érmegvastagodás, és az epileptoid krízisben pedig jön a tüdőembólia, a koszorúerekből származó
leszakadó hát plakok miatt, és nyilvánvaló, hogy a tüdő artériákból leszakadó plakok miatt is. Tehát ez azt jelenti, hogy átmeneti nyomásemelkedés is lesz az epileptoid krízisben a tüdő artériákban, a hegesedési fázisban pedig ezek a plakok megerősödnek, és ott maradnak. Na most, ha függő gyógyulásban vagy policiklikusan csináljuk ezt az egész programot, akkor nyilván a tüdő artériák fala egyre vastagabb lesz, és a tüdő keringésnek a vérnyomása pedig emelkedett lesz. Ezt fejtettem ki körülbelül 3 vagy 4 héttel ezelőtt. És ugye cor pulmonale chronicumnak nevezzük a krónikus tüdőszív betegséget magyarul, vagyis mit jelent ez, hogy érzelmileg le nem zárt konfliktusról van szó, függő gyógyulásban maradtunk, és így alakul ki ez a nagyon jól ismert korkép a medicinában, a krónikus tüdőszív betegség. Mi jellemzi? A fáradékonyság, kérem szépen. Csökkent a terhelhetőség a betegnek, illetve ha terhelés éri, tehát gyorsabban kell menni, nagyobbat kell cipelni már, vagy lépcsőn kell felmenni, akkor már megjelenik a légszom és a mellkasi fájdalom. Krónikusan köhög, köhécsel, köhécsel, ez fekvő helyzetben a köhécselés fokozódik, és gyakori nála az éjszakai vizelés. Ami szembetűnő, ami blitz diagnózis. Ránézek, és lilás az arcbőre. Lilásak a nyálkahártyái, és az ajka is, és a akrocianózis, tehát a végek, azok mind lilásak. A kéz, a lábbőre, az orra is lila, az álla is, a fülkajdrója, és teltek a nyaki vénák. Teltek a nyaki vénák. Miért teltek? Mert nem tudnak kiürülni, mert a tüdőben nagy a nyomás. A mellkasi szervek részéről tehát azt fogjuk tapasztalni, ez már ugye kollégáknak szól, hogy a tapintható a bal második borda közben tapinthatóvá válik az artéria pulmonálisnak a lüktetése. Egy ejekciós klik hallható a pulmonális billentyű felett, már kinek füle is van ehhez, és korai diasztolés zölej a pulmonális billentyű felett szintén hallható. Vagy az, hogy a pulmonális kettes hang ékelt. Hát persze ezeket a dolgokat a kardiológus ultrahangos vizsgálattal látja, nem is kell hallja, nem kell zenei füle legyen, a mai ultrahangok tökéletesen ezeket a dolgokat leírják. A hasi szervek részéről pedig megnagyobbodott máj és éles szélű tömött májat fognak leírni és tapasztalni. Nos, akkor megbeszéltük a tüdőszövetnek a problémáját, halálfélelem, megbeszéltük a levegő-levezető rendszer, vagyis a hörgőknek a programját, az birtokféltés, és megbeszéltük a tüdő artériáknak a programját. A mellhártya az a hártya, ami segít abban, hogy a tüdő ki legyen tapadva a mellkas belső feléhez. Ugyanis a tüdőben rugalmas rostok is vannak, ez szövettanilag leírt dolog, mert ezek segítik, hogy a tüdő kitáguljon, mikor a mellkas belégző mozdulatot végez, és amikor megtörténik a kilégzés, akkor a rugalmas rostoknak megfelelően a tüdő összehúzódik. Megint kitágul, megint összehúzódik, no de a mellhártya egy olyan dupla falú hártya, aminek az egyik fala a tüdőnek a felszínére tapad, a másik fala viszont a mellüreget belülről borítja. És a kettő között
egy nagyon-nagyon kevés folyaték réteg van, ami pontosan azt segíti, hogy surlódás mentesen a két mellhártya egymáson el tudjon csúszni. Vagyis egy negatív nyomás alakul ki, egy tapadás alakul ki a mellüreg belső fala és a tüdőnek a felszíne között a mellhártya közvetítésével. Na most ez a mellhártya, ugye tudjuk, hogy kisagyi vezérlés alatt állt, vélt vagy valós támadás hatására történik meg, itt a sejteknek a szaporodása, és mit kell ahhoz megélni, hogy egy mellhártya programot elindítsunk, hát elegendő annyit, hogy az életemre törnek. És ha ezt vagy oldalba támadtak engem, de mindenképpen a valamilyen szinten az életemre törtek félelmet kellene nagyon sürgősen lezárni. Még ha ez valóban megtörtént ma valakivel, akkor is. Mert ha ezt nem zárjuk le, akkor sínen maradunk, a környezet, az emlékeztető dolgok, a fennmaradt félelem elindítja a mellhártya mezotélium sejtjeinek a szaporulatát. És akkor mi történik? Nem fáj semmi, csak vastagabb lesz a mellhártya. Viszont a sejteknek a lebontása az gyulladással jár. És ez lesz a mellhártya gyulladás, aminek ismerjük nagyon jól a fázisait, ugye száraz mellhártya gyulladás, aztán nedves mellhártya gyulladás, és ha hozzáteszem a szindrómát, vagyis a teljes elmagányosodást, ja Istenem, mi lesz velem, kórház konfliktus, stb., akkor begyűjtöm a vizet a mellhártya üregbe, és eztől már, ez már megakadályozza azt a tüdőt, hogy tudja követni a légző mozdulatokat, tehát hiába tágul ki a mellkas két irányba, a tüdő nem tudja követni a mellkas légző mozdulatait, és nagyon riasztó kép lesz, mert nem jutunk elegendő levegőhöz. És ez már elég ahhoz, hogy elindítsam a halálfélelmet, és a birtokféltést, és már a tüdőnek minden része innentől már programon fut. Tehát jó lenne ezeket a dolgokat tényleg minden nap lezárni. Na most akkor a spontán légmel, az ugye egy fantasztikus dolog, amire nincs magyarázat a medicinában. Miért? Mert nem gondolkodnak olyanról, hogy függő gyógyulás. Mit csinálok? Konfliktusaktív fázisban szaporítok. És mit csinálok a megoldást követő fázisban? Bontok. És hányszor bontok? Rontok, bontok. Többet bontok, mint amennyit felépítettem. És úgy elvékonyítom a mellhártya, hártyáról beszélünk, a tüdőt beborító mellhártyát, hogy onnan a levegő, kérem szépen, mondjuk most ide fogom rajzolni, onnan a levegő betör a mellhártya két lemeze közé, és abban az esetben, abban a pillanatban a tüdő összeesik, és hát a fájdalom mellett azt érezzük, hogy azonnal megfulladunk. Ez a spontán légmell. Tehát le kellene állítani, kérem szépen, ezt az oldalba támadtak, vagy az életemre törnek című programot egyszer és mindenkorra. És akkor ezeket a dolgokat is képesek lennénk megelőzni. Van még az új mezodermális program, amiről nem fogunk olvasni az aranykönyvben, mert ez az egész program, ez igen ritka. De volt szerencsém találkozni vele, leginkább amióta germán gyógytudománnyal foglalkozom, és itt jön be az, hogy képtelen vagyok szóhoz jutni, beleszólni az elmondottakba, vagy elmondani mindazt, amit szeretné. És ha egy anyuka, vagy a nagymama azt mondta a lányának, hogy ne veszekedj a férjeddel, tűrjél neki, hallgass, mert az asszonynak ez a dolga, hát akkor a férj belefolytja a szót, és az asszony azt fogja tapasztalni, hogy nem kap levegőt. A legkisebb terhelésre is már nincs elegendő levegője. Miért?
mert a függőgyógyulásra, ugye a gyakori sinek miatt, mit csinálok? Sorvasztom, először is itt teszek egy nagy mínuszt, sorvasztom a rugalmas rostok állományát, önleértékelés, önpusztítás, megoldásban pedig visszaépítem a hiányzó sejteket. Igen ám, de nem tudtam befejezni a megoldást, mert a sinek miatt újra meg újra elakadt a gyógyulásom, és egyre többet fogok visszaépíteni, és ez nem azt jelenti, hogy rugalmasabb lesz a tüdőm, mint volt, hanem ezek a túlzásba épített rostok már nem olyan tulajdonságúak, mint az egyszeri program lefutása után létrejött rostok. És ezért veszti el a tüdő a rugalmasságát, és ezt fogják restriktív légzési elégtelenségnek nevezni. Tehát a függő gyógyulás fog eljuttatni minket, meg a policiklikus lefolyás, itt is ugyanaz van, a program végére mindig többet építek vissza, mint amennyit lebontottam, ugye, és megint elindítottam, és megint visszaépítettem, tehát csinálhatom én ezt folyamatosan, vagy ciklikusan, a végeredmény ugyanaz, tönkreteszem a tüdőszövetnek a rugalmas rostjait, és ezt aztán el fogjuk nevezni idiopátiás tüdőfibrózisnak, vagy alveolitis fibrotizáns, vagy diffuz intersticiális tüdőfibrózisnak. Ilyen szépen ez játék a szavakkal. Lehet, hogy szövettanilag van némi eltérés az egyik meg a másik között, ezzel én nem vitatkozok, nem vitatkozok. Aki ismer, az tudja jól, hogy nem vitatkozok, mindenkinek igaza van. És a lényeg az, hogy ez egy olyan tüdőfibrózis, ami por nélkül alakul ki, és hát mivel nem tudjuk az okát, akadémikus orvosék ezt idiopátiásnak, vagy idiopátiás, nem tudjuk, hogy mi az oka, folyamatnak nevezik, és hát mi a megoldás, kiveszük az embernek a tüdejét, és majd megölünk valakit, és kap ez az illető egy másik tüdőt. Ez a tüdő átültetéseknek az oka. Hát aki ide akar jutni, akkor azt csinálja továbbra is azt, amit eddig csinált. Vagy kiáll végre magáért, és elmondja mindazt, amit kell. Tehát itten, amíg nem változtatunk azon a szokáson, ami kialakul egy párkapcsolatban, vagy teszem azt egy munkahelyi kapcsolatban, addig itt nem lehet megoldást találni. És lehet, hogy a megoldás a brutális és gyökeres változtatás fizikai szinten is, ha a másik partner, ha a másik nem partner abban, hogy megértse, hogy mi a probléma. Nos, vannak másodlagosan kialakuló tüdőkeringés zavart okozó tényezők, és hát itt van a torakoplasztikának a képe, látjuk, hogy ugye a beteg szemben áll, és akkor ez a jobb tüdeje, az létezik, csak éppen bal oldalt nincs tüdő. Vannak obstruktív dolgok, és ide ilyenek a tüdőporbetegség, tehát itt most már kimutató dolog, hogy szénbányászokról van szó, vagy azbeszttel dolgoznak, vagy ásványi rostok okozta tüdő elváltozások, vagy kvarctartalmú porok, és egyetlen szervetlen porok. Ez le van írva, de mindezt nyilván ez már nem a germán gyógytudománynak a tárgyköre, mert fizikai szintű dolgokról beszélünk. Tehát ott megfelelő munkavédelmet kell alkalmazni. Mi van tehát a megoldásban? A konfliktusok napi szinten lezárandóak érzelmileg. Elmondtam, hogy miként. Tessenek szíves lenni bevezetni a szívtől szívig kommunikációt, erről beszélünk a háromnapos képzésen, tessenek meg felismerni és kilépni a pokoli szerepekből, áldozat megmentő bűnbak, tessenek megváltoztatni a birtokhoz való viszonyt, mert amíg én ugyanúgy ragaszkodom a birtokomhoz, addig kérem, a birtokféltéssel fog megoldódni, csak éppen a témája fog változni, de attól függetlenül a biológia ugyanúgy fog rá reagálni. Az azonosultságok tisztázása, átértékelése.
azoknak a szerepeknek a tisztázását jelenti, amelyekkel én azonosultam, és ezek szerint élek. Teljes vehemenciával beleélem magam, hogy én orvos vagyok, és nekem az a dolgom, hogy megmentsem a beteg életét. Na, kérem szépen, ez egy nagyon szép cél, és ezzel a céllal indulunk el a medicinára, szerintem a jelentkezők többsége, de aztán ez a gyönyörű cél ez valahol elkopik, amikor rájövünk, hogy semmit se tudunk tenni a beteg életének a jobbításáért, vagy egyáltalán a gyógyításáért, mert ismeretlen, autoimmun, rossz indulatú betegségekről tanítanak az egyetemen. A döntés csak az, hogy élsz vagy félsz. Ameddig a félelem irányítja az életünket, garantáltan mindig lesz valamilyen betegség. Amikor a bizalom átveszi a helyét a félelemnek, akkor egy megkezdődik egy teljesen másfajta élet. Tehát nem elég csak ez tanfolyamon részt venni és megismerni, hogy hogyan lehetne egészségesen és boldogan élni, de következetesen ki kéne tartani a döntés mellett, és néhány dolgot, de tényleg néhány dolgot alkalmazni abból, amit tanultunk. Ha valakinek nincs egy nap 24 perce arra, hogy a 24 óráját megoldja, akkor nem tudok rajta segíteni. A germán gyógytudomány tehát rámutat arra, hogy a valós okok a fel nem oldott érzelmek, a konfliktusok halmozása elvezet a személyiségünknek, a viselkedésünknek a megváltozásához, és ezek állnak a hangulati változások mögött is. Tehát az okokkal kellene foglalkozni, és akkor megoldódnának a következmények is. Germán gyógytudomány tényleg tudomány. Kérem szépen, tessék megnézni, hogy tudomány mit jelent, azt jelenti, hogy reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető. Ez sajnos nem mondható el az akadémikus medicináról, ott mindent feltételes módban fogalmaznak meg, mert nem lehet tudni, hogy mi az oka. De, és most visszatérek oda, amivel elkezdtem, ha csak agyalok azon, hogy vajon milyen a koponyacétén, vajon hogyan lehetne mégis a főnököt rászedni arra, hogy vagy az anyost, vagy a polgármester, teljesen mindegy. Tehát amíg én fizikai szinten és gondolati szinten oldom meg a dolgokat, addig az egy nagyon jó dolog lesz arra, hogy tovább szenvedjek tudományosan. Én azt gondolom, hogy a lényeget elmondtam, és hogyha valami érthetetlen volt, kérem szépen a kérdésekbe betenni.